A huszár szó eredete vélhetően egészen Mátyás király korába nyúlik vissza, amikor a király rendelkezése szerint kötelező volt 20 telkenként egy lovas katona kiállítása. Az ellenségre elsőként lecsapó határozott huszárt az egyik legmagyarabb fegyvernemnek tekintik, múltja és harcmodora világhírű. Fennállása már 500 évre megy vissza, valamikor a végvári harcok során alakult ki ez a fajta könnyű lovas harcmodor, amit a huszárnak nevezünk, hiszen ennek a katonának a könnyű lovas törökkel kellett megküzdenie, tehát olyan hasonlítani kellett, vagy úgy kell csinálnia, hogy le tudja győzni. Tehát itt megkönnyebbült a fegyverzet, már nem viselt a lovas katona páncélt, hanem csak egy könnyű ruhát magán, és fején esetleg sisakort, később az is lekerült, és az is átváltott a csákó, és mindössze egy jó kardot. Ennyi. Na most ezzel kellett aztán huszárnak mindent elvégeznie. A múzeum igazgató hozzátette, elődeinkre, így a huszárokra is méltóan kell emlékeznünk, ezért is szervezik meg két évente, idén már 14. alkalommal a nyíregyházi huszár találkozót. A kétnapos rendezvényen képviselteti magát többek között a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség is, így közel 40 lovas huszár lesz jelen. A szövetség elnöke a rendezvény sajtótájékoztatóján terveikről is szólt. Szeretnénk, hogyha most már a hungarikumok sorában megjelenne a Magyar Huszár is. Mindent elkövettünk már a Honvédelmi Minisztérium illetékeseivel, mi magunk a Hungarikum Szövetségnek is a tagjai vagyunk, tehát a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség. Tehát nem rólunk van szó, hanem a huszárságról, mint fogalomról, amelyet a világ tőlünk kapott. A nyíregyházi huszár találkozó programjai augusztus 22-én kezdődnek, akkor közel 40 lovas huszár díszmenetét nézhetik meg az érdeklődők a Szabolcsi megyeszékhely belvárosában, a Sóstói Múzeumfaluban pedig többek között fegyver és harc bemutatót, a huszár emlékkertben pedig megemlékezést tartanak majd.